Sziasztok! Kijöttem a Lesre, bár ugye ma nem lesz olyan túl jó idő. Hát itt vannak az első fagyok. Mutatom, hogy be van fagyva az itatóm. Sajnos megint elfejtettem csavarhúzót kihozni, hogy kitisztítsam a madárodukat, ugye azt ősszel-tavasszal ki kell tisztítani. Ma ebben a pillanatban érkeztem ki, gyorsan berendezkedem. Valami beköltözött a lesőmbe, valami állat, mindjárt mutatom, hogy hol. Ott a sarkon. Hát, most így valószínűleg nem lehetett látni, de nem tudom mi, és a székre is fölült, úgyhogy pakarítanom kell egy kicsit. Gyorsan berendezkedek, mutatom az itatót nektek. Azért ez már elég durván be van fagyva, úgyhogy szépen befagyott, de ha nem tesz semmit, beülünk és akkor meglátjuk a végét, betöröm, hogy legyen ott egy kis víz, hogy oda tudjanak menni, inni. Úgyhogy, hát ennyi, majd jelentkezem. Gyerekek, itt van a süvöltő. Nagyon lassan mozdítom rá a kamerát, és a hím, a legszebb hím, a gyönyörű madár. Már körülbelül 3-4 héttel ezelőtt hallottam a hangját, és nem akartam elhinni, azt gondoltam túl korai. De hát most már mindjárt decemberben is itt van. És oda szembe berepült. Hím süvöltő, gyerekek, nagyon szép, ez a karmazsin piros színével. Nekem legalábbis nagyon tetszik. Látjátok, ennek, hogy egy nagyon vékonyan befagy az itató, ennek is van előnye. Mert ott középen egy kővel kivertem a jeget, hát nem sok volt, egy 3-4 mm-es kővel egy olyan két tenyérnyit kiütöttem a jeget. Ugye a víz az kifolyt egy kicsit a felszínére is, és a süvöltő ide a leshez közeli végébe szállt be az itatónak, tehát itt nem biztos, hogy tudtam volna jó felvételt csinálni, de meglátta a víznek a csillogását ott középen, és oda beszállt középre. Tehát így oda tudom csalogatni, hogy oda arra a helyre szálljanak be inni, ahová én akarom. Fürdeni nem tudnak, de viszont oda mennek inni. Hát majd most már lassan a széleken is melegszik fel a jég. Jött egy rigó.
elszállt a karvaj. Ott csúszkál a jégen, csúszkál a jégen. Nem beszélek, mert észre fogja venni. Gyerekek, ennyi volt, gyorsan mennem kell. Úgy képzeljétek el, itt pakoláztam, nyitva volt hátul az ajtó, és akkor is beszállt ide a süvöltő, hím süvöltő inni. És úgy, még arra emlékszem, hogy tavaly például hím egyáltalán nem jött. Pedig ez az a karmazsin piros színűvel, ez nagyon szép madár. És most bejött, remélem, hogy a télen ide fognak jönni, mindig találnak vizet. Nappal talán annyira felolvad a jég, hogy a felületén vannak vízcsöpek, és az neki elég. Na, mennem kell, sziasztok!